Sziasztok! Ez egy L46, 1999-es évjáratú, gyárilag a 23i, 170 lóerő. Most is annyi, nem? Hát most már nem, most már meg lett fújva. Na várjál, mielőtt még belemész. Felni? Gyári BMW Felni, ezeket már én vettem rá. 18-as Felnikonnak alatta, Kumho gumival, a futómű az gyári. Nincs semmi ültetés, semmi? Nincs. Külső bármi változtatás? A kipufogó az full nyitott alatta, ezt már én csináltam rá. Mielőtt tovább mennénk a videóba, srácok, szokás szerint ezt az autót is lekérdeztem a K-Vertikál segítségével, amikor az eredményét már láthatjátok is. Méghozzá, ha minden igaz, balesete volt az autónak, amin igazából, ahogy az autó kinéz, nem is lepődünk meg természetesen. Alapesetben Németországból jött, és ott igazából sérüléssel is kezdjük a tevékenységeket, és még elviekben itthon is összetörték. Lopott nem volt, kilométer-óra állás az nagyon szépen van igazából vezetve, és akkor itt is vannak a sérülések, 1500-3000 euró, még Németországban, illetve itthon még egy 40-60 ezer forintos kár, annak ellenére, hogy a kocsi elég sok pontja be van jelölve, alapfelszereltség az látható, ugye itt 2.5-ös motorral, és akkor láthatjátok a képeket is szokás szerint, elég havas is, meg latyakos az autó, 2016-ban még volt hó, és akkor igazából itt így szépen végig lehet követni a képeket, illetve esetleges átalakulásokat, hogyha egy hibátlan autóval találkoztok, és meg szeretnétek tudni az előéletét, főleg, hogyha külföldi, akkor mindenképpen kérdezzétek le a K-Vertikállal, és természetesen, ha tudjátok, a magyar ügyfélkapun is, a K-Vertikához pedig most minden egyes lekérdezéshez 20% kedvezményt kaptok, hogyha a leírásban található linket használjátok. Hazonas nyitott rendszer van alatta. Egyébként elég slipperes kinézete van, tehát itt nézem a porzsolásokat, kis rohadásokat. Egy izzóna még, meg még egy izzóna még. És mi van akkor belül? Na, erről mit kell tudni? Salomon csinálta a leömlőt, meg a félig a kúlerezést, párszor szétlőtte, ezt már én fejeztem be. Ő tette rá a turbót is, ez egy GT 7128, 0.5-tel van megfújva, 250 lóerő lehet. Hogy építetted ezt össze, vagy építetted össze? Hogy volt ennek a folyamata? Láttam a sok ilyen turbós autót, aztán megtetszett, hogy durognak, meg ilyenek, aztán mondom, akkor legyen az enyém is ilyen. Egyébként dolgozni vettem ezt az autót, nem az lett belőle. Bevásárlásra még jó? Ja, bevásárlásra jó. Ráírtam a Ricsire, meg tudná nekem csinálni, vagy ez hogy működik, mert semmit nem tudtam. Aztán mondta, hogy meg tudja csinálni, vigyem el az autót. Elvittem neki, ott volt egy másfél hetet, kb. Fölmentem hozzá egyszer-kétszer, néztem, hogy hogy halad. Aztán írta, hogy kész, elmentem érte, beültem, még a lábam is remegett, úgy meglepődtem. Te mit csináltál rajta egyébként? Hát én a kipufogót, meg félig a kúlerezést. Ezt végig leömlőtől te csináltad meg, vagy az, hogy becsapáltuk? Hát a turbótól lefele én csináltam végig, alá. Szelepfedelet is én festettem le, meg ilyenek. Itt mi volt? Ott volt elsőnek a kipufogó. Sőt, hogy le lett vezetve onnan. Hát, mert már nagyon piszkáltak a rendőrök. Már odajöttek a ház elé, nevemen van az autó, aztán így rendszám alapján tudták, hogy hol lakok. Aztán odajöttek, baszogattak érte, aztán így levezettem. Meg mondtad a programot, hogy az ami a helyzet? Ja, hát azt a német Gergő írta nekem, gyári vezérlővel megy az autó. A tempómatra van írva, csak valamiért nem mindig működik, valami érintkezés lehet vele, vagy nem tudom. Néha működik, néha nem, attól függ, milyen kedve van. És mennyibe sikerült ezt a konfigot összehozni? Mondta a Ricsi, hogy megcsinálja ő a leömlőt, meg ilyenek, azt mondja, vigyek neki 500 ezeret, vittem neki 500 ezeret, megcsinálta. Mondta, hogy a kipufogót azt ő nem fogja megcsinálni, mert nagyon nagy szívás, én is szívtam vele, vagy 10 órát megállás nélkül, mert össze-vissza kell levezetni, kevés is a hely. Megcsináltam én, hát ilyen 2 millióba lehet így az autó, de még a külsejére, meg a belsejére költeni kell, majd azok a következők, ha nálam marad. Kijátszottad magad vele, és ennyi? Hát, lehet, hogy meghagyom, mert ez az első autóm is igazából, aztán így megszerettem. Nincs amúgy semmi bajom? Hát nincs, hát a futóműve. Meg most a szervó mondjuk elment. Ja, a szervó szétnyomta itt az olajat. Hát akkor srácok, ha valaki meg akar venni, ez a reklám helye. Tisztóan minden, nincs is szervó. Neki az volt, hogy nem, izé, a folyton szerep miatt csinál.
vadul füstöl. Hát a bandás. Hát, hogy éppen, hogy látszik ott egy picit. A kamerán látszod, nem annyira. Nem hát, annyira adja át azért. Hát, igen. Belső azzal, az full gyári? A full gyári. Azt majd bírja, ameddig bírja. Aha. Azt majd egy 30-i lesz. Az majd így szervó nélkül kurva nehéz tekerni. Hát meg azért a nyitott diff is annyira. Hát ja, az se annyira díjazza. Ha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!